A gyermeket nevelő szülők jövő év elején visszakaphatják az idén befizetett adójukat, az kell hozzá, hogy jól teljesítsen a gazdaság. Csak nem 65 ezer oltást adtak be tegnap, a beoltottak száma már az 5,3 millióhoz közelít. 15 országba lehet már utazni a magyar védettségi igazolvánnyal, Szlovákiával és Marokkóval is sikerült megállapodni. És elektromos rollerrel került ki a dugót egy férfi az M1-es autópályán, a rendőrség még keresi. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Messzes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Ha jól teljesít idén a gazdaság, jövő év elején visszakaphatják a gyermekes szülők az idén befizetett adójukat, jelentette be a miniszterelnök az ország újraindulásáról szóló gazdasági konferencián. Orbán Viktor azt mondta, a gyermeket nevelő családokat megviselte a koronavírus járvány miatti válság, és nagyon sok olyan család van, amelyiknek hozzá kellett nyúlni a tartalékaikhoz. Hozzátette, az intézkedés mintegy 550-580 milliárd forintba kerül. Ha el tudjuk érni az 5,5%-os növekedést, akkor a gyermeket nevelő szülőknek 22. január-februárjában egyszerűen adjuk vissza azt az adót, amit befizettek a 21-es év során a költségvetésbe. Így jelentette be Orbán Viktor az ország újraindulásáról szóló gazdasági konferencián, hogy jövő év elején visszakaphatják a gyereket nevelő szülők az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Csináljuk azt, amit még soha senki nem csinált. A miniszterelnök azt mondta, a családokat megviselte a koronavírus járvány miatti válság, és hozzá kellett nyúlniuk a tartalékaikhoz. Az előrejelzések szerint a gazdaság viszont idén a vártnál nagyobb mértékben tud növekedni. Ezért azt javasolja a kormánynak, hogy kapják vissza a gyermeket nevelő szülők a 2021-ben befizetett 15%-os SZIA teljes összegét. De csak az átlagkereset mértékéig. Húzzunk egy felső határt, mert a leggazdagabbaknak valószínűleg erre nincsen szükségük. Húzzuk meg valahol ott, ahol az átlagjövedelem van. Tehát az átlagjövedelem után befizetett SZIA-t, SZIA-ról beszélek, átlagjövedelem szintje, vagy az alatt befizetett SZIA-t a gyermeket nevelő családok szülőinek adjuk vissza, hogy újra föltölthessék a tartalékaikat, hogy a családok újra rendezhessék a költségvetéseiket, és meg tudják indítani újra a családi költségvetések normális működését. A kormányfő számításai szerint az intézkedés mintegy 550-580 milliárd forintba kerülne. Fejenként akár 800 ezer forintot is visszakaphatnak a gyermeket nevelő szülők a jövő év elején. Erről beszélt az M1-en a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója. Nagy Márton azt mondta, az intézkedés másfél millió embert érint. 0 forinttól 800 ezer forintig kap minden kereső vissza. Ez azt jelenti, hogy két kereső esetén maximum 1,6 millió forintot kaphat vissza. És azt is tudjuk, hogy egy átlagos kereső ezekben a családokban mennyit kaphat vissza, hiszen a körülbelül 600 milliárd forintba kerül ez az egész csomag, és 1,5 millió keresőről beszéltem, ez 400 ezer forintot jelent fejenként. Átfogó gazdasági elemzést és az elmúlt időszak miniszterelnöki értékelését hallhatták a meghívottak a mai gazdasági újraindítási konferencián. Orbán Viktor csaknem 40 percben értékelte a pandémia alatt kialakult helyzetet, illetve felvázolta, hogy milyen jövőképpen lehet sikeres a gazdasági kilábalás Magyarországon. A miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan biztonságos gazdaságot akarunk, amelyet nem rengethet meg egy olyan típusú válság, mint amit átéltünk az elmúlt 16 hónapban. A magyar kormány nem szenved gondolatszegénységben. Tehát ötletből szűkösséggel nem vádolhatjuk meg magunkat. A miniszterelnök a konferencián a gazdaságpolitika legfontosabb kérdésének azt nevezte, hogy mikorra térünk vissza a korábbi növekedési szinthez. Orbán Viktor leszögezte, a gazdaság újraindításának egyik legfontosabb eszköze lehet, hogy a minimálbér, ha több lépcsőben is, de elérje a 200 ezer forintot, amihez a kamarák segítségét is kérte. Én azt javaslom Parag elnök úrnak, hogy vegyük fel a fonalat, és előre gondolkodva egy vagy két vagy három évre akár kössünk átfogó megállapodást a minimálbér mértékéről, és a horizontot ne engedjük lejjebb, mint a 200 ezer forint. Orbán Viktor a koronavírus válsággal kapcsolatos fontos tanúságnak nevezte, hogy mások mellett a magyar egészségügyben és az oktatásban dolgozók is kiemelkedően jól teljesítettek. Ebben a válságban Magyarországon szinte mindenki helytállt.
A miniszterelnök azt is megjegyezte, a gazdaság újraindításának egyik alapja a teljes foglalkoztatás elérése. Úgy fogalmazott, a magyar vállalkozások is megszenvedték az elmúlt időszakot, de a foglalkoztatási számok reménykeltőek. A dolgozó, tehát munkában álló embereknek a száma, az ma Magyarországon 4,5 millió felett van, 4,5 millió felett, és ez csak 50 ezerrel kevesebb, mint 2019 azonos időszakában volt. Tehát 50 ezer álláshelyet veszítettünk el, és ebben az évben nemhogy ezt kell csak pótolnunk, hanem még egyszer ennyi, tehát még egyszer 50 ezer munkahelyet szeretnénk létrehozni. A következő 7 év prioritásairól szólva Orbán Viktor azt mondta, a legfontosabb cél, hogy több munkahely legyen, mint amennyien dolgoznak, és ott teremtődjenek munkahelyek, ahol az emberek élnek, hiszen a migráció országon belül is rossz dolog, tette hozzá a miniszterelnök. Nem engedhető meg, hogy Budapest áll az európai átlagos fejlettségi szint 110-130%-án valahol, tehát messze az európai átlag fölött, miközben a 4 legrosszabb helyzetben lévő régiónk, az benne van az unió 20 legrosszabb helyzetben lévő régió. Ez elfogadhatatlan. Tehát ha most forrás lesz az unióból, akkor ezeket mind kivétel nélkül ezekbe a régiókba kell elküldenünk. Orbán Viktor kifejtette, Magyarország település szerkezetét meg kell őrizni, és lehetővé kell tenni, hogy mindenki ott élje az életét, ahol a leginkább otthon érzi magát. Ugyanezen a rendezvényen Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, a kormány intézkedései segítettek abban, hogy gyorsan térjünk vissza a növekedési pályára. Matolcsy György jegybankelnök pedig azt közölte, hogy az erősödő infláció miatt jegybanki kamat emelési ciklus kezdődhet. Azt kell mondanom, hogy Magyarország igenis sikeresen ágyazott meg annak a terepnek, ami az újraindításhoz szükséges. Eredményes volt a válságkezelés, Magyarország készen áll az újraindításra. Szinte valamennyi előadó egyetértett ebben szerdán a Világgazdaság üzleti napilap konferenciáján. A pénzügyminiszter arról beszélt, a gazdaság ellenálló képessége annyira megerősödött az elmúlt 10 évben, hogy a járvány miatti pénzügyi visszaesést saját maga tudta kezelni. Varga Mihály hozzátette, a gazdaság teljesítménye már a nyári hónapokban meghaladhatja a válság előtti szintet. Az első negyedév adatai alapján a magyar mutató negyedév per negyedévben már pozitív volt, plusz 2%, ellenben az Európai Unió átlagos eredménye még mínusz 0,4 volt. Tehát jó okunk van azt feltételezni, hogy ez az előző negyedik negyedévben megindult visszaállás a növekedési pályára, amit az első negyedév számai is igazolnak, az gyorsabb lesz, gyorsabb lehet. Múlt évben még nem tudtunk előzni. A kanyar az éles volt, ebben az évben azonban erre jó esélyeink vannak. A magyar gazdaság visszaesése 2020-ban kisebb volt az uniós átlagnál, idén pedig az Európai Unióban a leggyorsabban tud növekedni. Erről már a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt. Matolcsy György úgy fogalmazott, Magyarország a harmadik negyedévben érheti el a válság előtti GDP szintet. A növekvő infláció ugyanakkor veszélyeztetni a válságból való kilábalást. A pénzügyi egyensúlyt így helyre kell állítani. Magyar Nemzeti Bank mandátumához híven kötelességének tartja, hogy elindítson egy monetáris politikai félfordulatot. Ez azt jelenti, hogy ha a monetáris tanács úgy dönt, akár már júniusban egy alapkamat emelési ciklus indul el, ezt elbírja a magyar gazdaság, és kötelezővé teszi az inflációs veszély kezelése. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentést is tett a konferencián. Parag László elmondta, a kamarának a Széchenyi Kártya programon keresztül lesz újraindítási programja. Ennek 4 alprogramja lesz, július 1-től egyébként. A Széchenyi Kártya újraindítási folyószámlahitel, tehát ez a cash, a Széchenyi Kártya turisztikai kártyája, amiben a turisztikán szeretnénk segíteni, az újraindításhoz egy likviditási hitel, illetve egy beruházási hitel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára pedig elmondta, vállalkozásfejlesztési program is indul, az első 100 milliárd forint értékű pályázatot pénteken hirdetik meg. György László hozzátette, a mikro, kis és közepes vállalkozásoknak a kedvezményes hitelekkel együtt összesen 2600 milliárd forint áll majd rendelkezésre az újraindításhoz.
Csak nem 65 ezer koronavírus elleni oltást adtak be tegnap, több mint 18 ezeren kaptak első és több mint 46 ezeren második adagot. A beoltottak száma már az 5,3 millióhoz közelít, és több mint 4 millió 70 ezeren vannak, akik már mindkét vakcinát megkapták. Szlávik János infektológus a Kossuth Rádióban azt mondta, ha ősszel esetleg jön egy negyedik hullám, akkor az elsősorban azokat fogja megtámadni, akik nincsenek beoltva. Jó. Ez az egri férfi és felesége 6 hét alatt épült fel a koronavírusból, ezért nem gondolkoztak azon, hogy beoltatják magukat. Elkaptuk annak idején a Covidot, és úgy gondoltuk, hogy egyszer elég volt ezt átélni, és még egyszer nem szeretnénk. Az egri kórházban is vakcina bőség van, mindenki kedvére válogathat. Az oltóorvosok szerint mindig van jelentkező valamelyikre. Külföldieket is beoltottak Pécsen, ahol most 600 injekciót adtak be. Utazhatok külföldre, mert munkából kifolyólag a nyáron valószínűleg kell Németországba menni, és akkor, hogyha ott elfogadják majd az igazolványunkat, akkor megvalósulhat a céges út. A szakemberek azt kérik, mindenki adassa be a második oltást is. A második oltás létfontosságú, mindenkit biztatunk, hogy ne feledje el, ha netalántán néhány nap elcsúszott, mindenképpen pótoljuk a második oltást. 2-3 napig a helye fáj. 300 páciest oltottak be a bajai kórházban, közülük olyanokat is, akik már átestek a betegségen. Nem szeretnénk még egyszer ilyen betegek lenni, illetve nem is szeretnénk, hogy bárki a betegség miattunk, vagy bárki miatt megfertőződjön. A tömeges oltás mellett a többi kezelésre is van elég szakember, illetve azok ellátására is felkészültek, akiket a házi orvos post-covid tünetekkel utal be. Várunk mindenkit, már képeztük a saját dolgozóinkat, az orvosainkat arra, hogy speciálisan a post-covid szindrómának az esetlegesen megjelenő betegségének a kivizsgálására és a kezelésére készülünk és felkészültünk. Egy nap alatt csak nem 65 ezer oltást adtak be itthon. A beoltottak száma megközelítette az 5,3 milliót, több mint 4 millió 70 ezeren pedig már a második vakcinát is megkapták. Az 5,3 millió beoltottal is jól áll Magyarország a járvánnyal szemben, de hosszú távon ez még nem lesz elég, közölte Szlávik János a Kossuth Rádióban. Az infektológus hangsúlyozta, ősszel várható egy negyedik hullám, amelyben a vírus azokat támadja majd, akik nem vették fel a vakcinát. Ha minden felnőtt beoltaná magát, akkor gyakorlatilag a következő időszakban 1 millió emberre egyetlen egy darab haláleset jutna. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon akkor a következő egy évben maximum 8, azaz 8 ember a felnőttek között a halálát okozná a koronavírus. Ez mutatja azt, hogy mennyire elképesztően hatékony a védőoltás. Egy nap alatt 179 új fertőzöttet azonosítottak, és 6 ember hunyt el a koronavírus miatt. 549-en vannak kórházban, közülük 58-an lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 720 ezret. Mától a beoltott szlovák és magyar állampolgárok szabadon utazhatnak a két ország között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben sokat tárgyalt szlovák kollégáival, hogy minél előbb tegyék lehetővé a beoltott emberek számára a szabad utazást egymás országaiba. Hozzátette, így újra egymásra találhattak a családok, a baráti társaságok és a közösségek. A mai naptól kezdve a beoltott magyar és szlovák állampolgárok szabadon utazhatnak a két ország között. Karanténra és tesztre nincsen szükség, és az oltóanyagok típusától függetlenül jött létre a megállapodás. Bármilyen oltóanyaggal is vannak beoltva a magyar állampolgárok, mától Szlovákiába szabadon utazhatnak, és ugyanez vonatkozik a beoltott szlovák állampolgárokra is. Holnaptól teszt és karantén kötelezettség nélkül lehet utazni Marokkóba is. Szijjártó Péter Marokkó fővárosában, Rabatban azt mondta, a megállapodás annak köszönhető, hogy mindkét ország jól teljesített a világjárvány kezelésében. Mind a ketten úgy tekintünk az oltásokra, mint az emberi élet megvédésének eszközeire. Marokkó egy sikeres, Afrika legsikeresebb oltási kampányát hajtja végre. Mi magyarok Európában állunk az élen az oltási kampány tekintetében. Miért? Azért, mert mindketten ideológiamentesen közelítettünk a világjárvány kezeléséhez, keletről és nyugatról is vásároltunk oltóanyagot.
Nem sokkal ezelőtt pedig újabb utazási megállapodást kötött a kormány. Holnaptól már Albániába is utazhatunk teszt és karantén kötelezettség nélkül, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Így már 15 olyan ország van, amivel Magyarország kölcsönösen elismeri az oltási igazolásokat. Közben pedig alig 3 hét maradt az uniós COVID-igazolvány bevezetéséig, de még mindig sok a nyitott kérdés, bár az Európai Parlament ma jóvá hagyta az úti okmányt, több konkrétum viszont még mindig nem derült ki. Az oltások elfogadása körül is nagy a bizonytalanság, hiába a közös igazolvány, minden tagállam maga dönthet majd arról, hogy milyen oltást fogad el. Egy kódbeolvasás, és már is pittyen a visszaigazolás. Az uniós COVID-igazolványt június 1-én mutatta be Görögország, amely azóta is teszteli az alkalmazást. Ilyen telefonos applikációval vagy papírformátumú igazolvánnyal lehet majd bizonyítani a védettséget. Ez nem csak a turizmusnak vagy az ingázóknak segít, hanem azoknak is, akik több mint egy évet türelmesen várakoztak, hogy újra találkozhassanak hozzátartozóikkal, mondta egy EP képviselő. Az Európai Parlament szerdán nagy többséggel szavazta meg az egységes uniós digitális COVID-igazolványt. Ha az Európai Tanács hivatalosan is elfogadja a rendeleteket, akkor július 1-től 12 hónapon át minden uniós országnak el kell ismernie a tanúsítványt. A birtokosa ezzel azt igazolhatja majd, hogy vagy beoltották a koronavírus ellen, vagy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy már átesett a fertőzésen. A közelgő határidő ellenére nagyon sok nyitott kérdés van még a rendszer működésével kapcsolatban, például abban, hogy melyik tagállam milyen oltást fogad el. Görögország ugyan nem tesz különbséget az oltóanyagok között, de csak idegen nyelvű igazolást fogad el. Ausztriában is kell teszt, ha csak a beutazó nem tudja igazolni, hogy átesett a fertőzésen, vagy be van oltva a nyugati vakcinák valamelyikével, vagy a Sinopharmmal. Erről ráadásul előzetesen kell kitölteni egy osztrák nyilatkozatot. Olaszország pedig, oltóanyagtól függetlenül, még mindig negatív teszthez köti az országba történő belépést, még azoknak is, akik felvették mindkét oltást. Németországban csak a magas fertőzöttségű területről történő beutazáskor kell negatív teszt, vagyis oda kell figyelni, pontosan honnan indulunk. Nagy-Britannia pedig, mivel már nem az Európai Unió tagja, gyakorlatilag zárva van, és zárva is marad. Még maguknak, a briteknek is 2 vagy 3 PCR-tesztet kell elvégezniük az országba történő visszatéréskor, és 10 vagy 14 napos karanténba vonulniuk, ha nem zöld jelzésű országból érkeznek. Ilyen viszont Európában nincs. Sokan aggódnak az európai rendszerbe beépített úgynevezett vészfék mechanizmus miatt is. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy 48 óra alatt ismét lezárják a határokat, így megismétlődhet az, ami a brit turistákkal történt Portugáliában az elmúlt napokban. Haza kellett menekülniük a karantén elől. Tárt karokkal várja a turistákat Spanyolország, miközben az ország még nem lábalt ki teljesen a koronavírus járványból. A szállodák csak csökkentett kapacitással működhetnek, és több korlátozást is figyelembe kell venniük a vendéglátóknak. Az odautazók életét ráadásul az is nehezíti, hogy régiónként változnak a korlátozások. Spanyolországban naponta 3000 felett van az új megbetegedések száma, ráadásul ott már főleg az indiai variáns fertőz. A tavalyi katasztrofális nyári szezon után Spanyolország abban reménykedik, hogy idén a járvány előtti számban érkezhetnek turisták az országba. Hétfő óta könnyebben utazhatnak be az országba a külföldiek, ám a szállodák, vendéglátóhelyek működését még mindig szigorú járványügyi intézkedések korlátozzák. Szobáinknak csak 50%-át adhatjuk ki, mindent meg kell tennünk, hogy a szálloda egyetlen területén se gyűjjön össze nagyobb tömeg. Többet és alaposabban kell takarítanunk. Azt hiszem, lassan enyhíteni kellene a szabályokon, mondta az egyik szálloda igazgatója, aki szerint a korlátozások elrettenthetik a vendégeket. Madrid mintha még mindig lezárás alatt lenne. Egyes szállodák még nem nyitottak ki, és a kapacitás korlátozás miatt valószínűleg nem is éri meg nekik vendéget fogadni. A Plaza Mayor, azaz Madrid főtere, amely más években ilyenkor már nyüzsgött a turistáktól, most szinte teljesen üres, még a napernyőket sem nyitották ki. Az ország kizárólag a teljesen beoltott turistákat engedi be hétfő óta, ellenkező esetben negatív koronavírus tesztre van szükségük.
Az utazóknak nem árt az óvatosság. Az országban egyre többen betegszenek meg az úgynevezett delta variánstól, azaz az indiai mutáns nepáli változatától. Az Egyesült Királyságból érkező turistákra például, miután hazatérnek Spanyolországból, 14 napos karantén vár. Kedden 3,500 új megbetegedést regisztráltak az országban, és a fertőzöttek száma hullámzó, szombaton és vasárnap is 5000-nél több új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Számos korlátozás van életben országszerte, így például kötelező a maszkviselés és a távolságtartás. Régiónként változnak a vendéglátóhelyek nyitvatartása. Andalúziában, a népszerű turisztikai célpontban például éjfélkor minden bezár. A Balear-szigeteken délután 6-tól nem használhatók az éttermek belső terei. Korlátozzák az egy asztalnál ülők számát kültéren és az éttermek belsejében is. Spanyolországban a korlátozások a többi között azért vannak még életben, mert lassan halad a lakosság oltása. Ellentétben a többi európai országgal, ahol már minden korosztály kaphat vakcinát, itt szigorúan tartják az oltási menetrendet, amiben most az 50-59 évesek vannak soron. Európában Spanyolországot érintette az egyik legsúlyosabban a koronavírus járvány. Több mint 3,5 millióan betegedtek meg, és 78 ezeren haltak bele a fertőzés következményeibe. Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus lezáró budapesti szentmise előtt a tervek szerint külön találkozni fog a magyar állam vezetőivel, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Emlékeztetnek rá, hogy a katolikus egyház vezetője várhatóan szeptember 12-én érkezik Magyarországra, és mint közleményükben fogalmaznak, a Szentatya a tervek szerint külön találkozni fog Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, a kormány tagjaival és más magasrangú állami vezetőkkel. Perrel fenyegeti az Európai Bizottságot az Európai Parlament, ha az Ursula von der Leyen vezette testület nem kezdi el alkalmazni az év eleje óta hatályos jogállamisági feltételrendszert, amelynek keretében uniós forrásokat vonhatnának meg a tagállamoktól. A bizottság bírósági döntésre vár az ügyben, de a parlament ezt elfogadhatatlannak tartja. A két uniós intézmény vitájának központjában Lengyelország és hazánk áll. Egyes képviselők a vitában nem is titkolták, hogy még a jövő évi választások előtt Magyarországnak járó pénzeket fagyasztanak be, hogy gyengítsék a kormánypártokat. A Fidesz EP képviselői szerint az Európai Parlament bevándorláspárti része politikai rendőrséget akar játszani. Mi vagyunk a célkeresztben, de már egy jó ideje így van ez. Ez most egy szintet lépett ugye ezzel a fenyegetőzéssel és a kondicionális rendelettel, amely megpróbál zsaroló eszköz lenni, és egy politikai vitát jogi köntösbe próbál bújtatni, miközben nem arról van szó, hanem politikai nézetkülönbségről. Én azt gondolom, hogy azok a képviselők, akik itt hozzászóltak és támadtak minket, azok gyakorlatilag a demokrácia alapjaival nincsenek tisztában, és képtelenek elfogadni azt, hogy a demokrácia az sokszínűséget jelent. Az uniós forrásokat kiegészítve minden eddiginél több támogatás juthat a magyar gazdáknak a most futó uniós költségvetési ciklusban, hangzott el az ország legnagyobb szabadtéri agrár kiállításának nyitónapján. A Fejér megyei Mezőfalván megrendezett szántóföldi napokon Áder János köztársasági elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdák a klímaváltozás és a változó fogyasztói igények miatt is komoly kihívások elé néznek a következő években. A mezőgazdasági gépek legszélesebb és legújabb kínálatát nézhetik meg azok, akik ellátogatnak Mezőfalvára. Mintegy 400 000 négyzetméteren várják az érdeklődőket idén is az ország legnagyobb szabadtéri agrár kiállítására. Az újdonságokat keresjük, nézzük a technológiai változásokat, újításokat, gépeket nézünk, meglévő eszközpark cserét szeretnénk. A rendezvényen az évszaknak megfelelő fajta bemutatókat is tartanak, valamint láthatják a gyakorlatban a legújabb nemesítési és kutatási eredményeket is a gazdák. A kutatóintézetünkkel folyamatosan dolgozunk azon, hogy a nemesítőink olyan fajtákat hozzanak piacra, amik ellenállóak, kortani betegségeknek, rovarkártevőknek ellenállóak, és a legextrémebb klimatikus viszonyok között is egy stabil terméshozamot tudjanak biztosítani. A gazdák ebben az uniós költségvetési ciklusban 4265 milliárdnyi beruházási támogatáshoz juthatnak, ami háromszor annyi, mint az előző 7 évben. Erről már Nagy István agrárminiszter beszélt. Magyar mezőgazdaság stratégiai ágazat. Ennek köszönhetjük a magyar kormánynak azt a történelmi léptékű döntését, amely azt eredményezte, hogy az Európai Uniós finanszírozás mellé
a nemzeti társfinanszírozás mértékét 17,5%-ról 80%-ra, azaz a maximális mértékre emeltem. Ez önöknek köszönhető. Annak a helytállásnak, amit ebben a nehéz időszakban tettek. Így 4265 milliárd forintnyi beruházási támogatás áll vidékfejlesztési forrásokban rendelkezésre. A magyar gazdák révén kenyér, hús, tej, zöldség és gyümölcs jó minőségben mindig lesz a magyarok asztalán. Erről beszélt a köztársasági elnök köszöntőjében. Áder János ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás és a változó fogyasztói igények miatt komoly kihívások elé néznek a gazdák a következő években. Mi az, amire építhetünk? Van jó minőségű vízünk. Vannak jó termőföldjeink. Van megfelelő tudományos hátterünk, és vannak olyan technológiák, hát ezeket láthatják majd, amikhez most már a magyar gazdák is hozzáférhetnek, olyan új technológiák. És nem utolsó sorban vannak szorgalmas, tanulékony és alkalmazkodni tudó gazdáink, akiknél nincsen hétvége, nincs ünnep, mert dolgozni kell. A rendezvényre csütörtökön is várják a szakma képviselőit. A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásával bővül a Szülőföldön magyarul program. A cél, hogy a külhoni magyarok lakta területeken is segítsenek az iskola kezdésnél, és hogy ösztönözzék a magyar iskola választást. Petrám, mit tanultatok külön órán? Megmutatod? A kárpátaljai csapon az édesanyja a magyar különóráról kérdezi lányát, Petrát. A Szülőföldön magyarul nevű támogatást a család évek óta igényli, hiszen a gyerekek magyar iskolába járnak. Mint mondják, ők főleg különórákra fordítják az összeget. Petra magyar irodalomra, ukrán nyelvre és matekra is jár. Így jól jön a támogatás. A kárpátaljai magyar szülők, akik magyar iskolába járatják a gyerekeiket, úgy gondolom, hogy nagyon hálásak Magyarországnak, amiért egy ilyen jellegű támogatást biztosítanak a gyerekeiknek, és ezt a támogatást én személy szerint külön órákra fordítom, de vannak szülők, akik iskolai eszközökre fordítják. Az oktatási nevelési támogatást azok a szülők igényelhetik, akik gyermekei határon túli magyar tannyelvű óvodába, iskolába járnak, vagy választható tantárként tanulják a magyart. Minden diák 22.400 forint értékű támogatást kap, amit a szülők pályázaton igényelhetnek. Tanévkezdéskor ez sok családnak jelent segítséget, ha az összegből iskolai tanszereket akarnak vásárolni. Idén a felsőoktatásban tanulóknak járó jelképes támogatást pedig 2.800 forintról 22.400 forintra emelték. Az őszre pedig megoldjuk azt is, hogy a bölcsödéskorú gyerekek, akik bölcsibe járnak, magyar bölcsibe, ők is megkapják ezt a támogatást. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ősztől, a bölcsödétől egészen a diploma megszerzéséig a magyar kormány évi egyszeri alkalommal 22.400 forintos támogatásban részesíti ezeket a gyerekeket. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a kormány emellett csaknem 180 új óvoda és bölcsöde megépítését és több mint 700 intézmény felújítását támogatta szerte a Kárpát-medencében. A program célja a magyar identitás megőrzése és az, hogy a határon túli szülők gyermeküket magyar intézményekbe irassák. Több mint 5 milliárd forintot biztosít erre a magyar állam. A DK szerint stabil és erős forint árfolyamra van szükség. Dobrev Klára azt mondta, májusban 5,1%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. Hozzátette, 8 éve nem volt ilyen magas az infláció. Rövid távon a legfontosabb feladatnak azt tartom, hogy stabil és erős forint árfolyamot tudjunk elérni. Így tudjuk megakadályozni a további drágulást. Középtávon pedig be kell vezetni az eurót. Magyar euróra van szükség. A Fidelitas Írországba küldeni Niedermüller Péter 7. kerületi DK-s polgármestert a labdarúgó Európa-bajnokság idejére, hogy ne zavarja a magyar emberek szurkolását. A Fidelitas kerületi elnöke azt mondta, felháborító, hogy Niedermüller Péter a tegnapi Magyarország-Írország válogatott labdarúgó mérkőzés után azt írta a közösségi oldalán, hogy idézem, ma este Budapesten jobb volt írnek lenni. A mérkőzés előtt az ír játékosok letérdelve tiltakoztak a gyűlölet ellen, míg a magyar játékosok állva maradtak, és a mezőkön olvasható respect feliratra mutattak. Ha Niedermüller Péternek egyébként problémája van azzal, hogy a magyar válogatott tagjai nem térdeltek le a Black Lives Matter mozgalom
kapcsán, akkor mi azt tudjuk mondani, hogy ha valakinek van oka arra, hogy térdepeléssel fejezze ki a bocsánatkérését, akkor az pont Niedermüller Péter, illetve Niedermüller Péter főnöke, Gyurcsány Ferenc, akik minden idők legrosszabb magyar kormányzását tudják magukénak. Korábbi állításaival ellentétben nincs hivatalos állami nyelvvizsgája Karácsony Gergelynek, hanem csak egy olyan igazolása, amit az egyeteme állított ki. Ez azonban soha nem számított teljes értékű vizsgának, erről írt a Magyar Nemzet. A lap hiába várta a főpolgármester válaszait, amikkel a végzettségével kapcsolatos ellentmondásokat tisztázta volna. Karácsony Gergely nem válaszolt a kérdéseikre. Van nyelvvizsgája? Van. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ragaszkodik korábbi állításához Karácsony Gergely, hogy neki van nyelvvizsgája. Legutóbb hétfőn este az ATV-ben adott egyszavas magyarázatot arra a kérdésre, ami a közvéleményt hetek óta foglalkoztatja, és ami miatt ugyanennyi ideje menekül az angol nyelvtudásával kapcsolatos újságírói kérdések elől. A főpolgármester legutóbb a kormánykritikus német Deutsche Welle újságíróján is szinte átnézett, amikor a riporter a hétvégi ellenzéki megmozdulás okáról faggatta volna angolul. De hogy nyomatékosítsa az általa elmondottakat, a főpolgármester az interjú után megosztotta közösségi oldalán a nyelvvizsgája dátumát. Eszerint 2000. május 29-én adott számot a tudásáról. Az időpontból azonban egyértelműen látszik, hogy az csakis az eltintett lektorátusi vizsgája lehet, ami, mint ahogy a Magyar Nemzet már megírta, az Oktatási Hivatal nyelvvizsgáztatási akkreditációs osztályának állásfoglalása szerint soha nem számított állami vagy államilag elismert nyelvvizsgának. Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke a lapnak azt mondta, az egyetemi lektorátusokon szerzett vizsgák valahol a mai alap és középfok közötti szinten lehettek. Nem úgy tűnik. Karácsony Gergely nyelvtudása ügyében az Oktatási Hivatal is vizsgálódik, ugyanis kérdéseket vett fel, hogy Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója állami nyelvvizsga hiányában hogyan vállalhatott 2004 és 2008 között tanársegédi, majd 2008 és 2012 között adjunktusi állást a budapesti Corvinus Egyetemen. Nekem egy ilyen hiperpasszív angol tudásom van. Az elmúlt hetekben a főpolgármester egyre furcsább magyarázatokkal állt elő hiányos nyelvtudását illetően. Arra is hivatkozott, hogy csak a szaknyelvet érti meg, majd a gyermekkori diszlexiáját hozta fel okként, ami miatt speciális az esete az angollal. Jó napot kívánok! Legújabban pedig már kérdezni sem lehet Karácsony Gergelytől. Sajtóeseményeit ugyanis kizárólag a járvány ideje alatt népszerűvé vált online formában tartja, amelyekre csak a nem kritikus sajtóorgánumok kapnak meghívást. Így fordulhatott elő, hogy a sajtószabadságot fennen hirdető főpolgármestertől szerdán sem tudtuk meg, hogy szerinte van-e különbség a lektorátusi, illetve az államilag elismert B2 szintű nyelvvizsga között, és ha van, akkor mi az? Szálljon ki a kocsiból és menjen gyalog, ezt válaszolta a főpolgármester azokra a kormánypárti politikusi bírálatokra, amelyek az elmúlt napok elviselhetetlen fővárosi dugói miatt születtek. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára azt kérte Karácsony Gergelytől, hogy menjen ki a főváros bármelyik pontjára, hogy lássa, nem csak fideszesek szenvednek a dugótól, hanem minden budapesti. Fél óra alatt jövök ezen a fölüljárónál. Nem csitul a budapesti autósok felháborodása az elmúlt napokban kialakult dugók miatt. A főútvonalak a reggeli csúcsban mindenhol járhatatlanok voltak. Elkerülöm Pestet. A külső kerületekből szinte esélytelen volt eljutni a belvárosba. Az autósok órákig vesztegeltek az utakon. Kerülni nem lehetett, a mellékutcák is rövid idő alatt megteltek. A hatalmas közlekedési káoszban sem a buszok, sem pedig a taxik nem tudtak haladni, a megrendelt fuvarokat pedig nem tudták teljesíteni. Kiolvastunk volna egy-két kötetes könyvet, amíg átértünk a hídon. Ilyen még nem volt, ez soha nem volt járható út, de most ez egy tragédia. Azért van még teendő bőven. Mióta Karácsony Gergely bejelentette, hogy miniszterelnök jelöltként elindul az ellenzéki előválasztáson, azóta nap után tartja online jelölt bemutató sajtótájékoztatóit, így ritkábban fordul meg a hivatalában is. Szerdán például az általa korábban irányított Zuglóban járt, ahol a nyelvvizsgája és a doktoria nem volt téma. Helyette a balliberális 24.hu arról faggatta, hogy fideszes politikusok a napokban egymás után posztolják ki, milyen nehéz közlekedni a fővárosban.
Hát szálljon ki a kocsiból és menjen gyalog, üzente vissza a kormánypárti politikusoknak Karácsony Gergely. Szerinte dugó azért van, mert egyszerre újítják fel a hármas metrót, a pesti alsórakpartot, és nem sokára a Lánchidat, valamint a Blaha Lujza teret. Közölte, két kritika van, az egyik, hogy nem csinálunk semmit, a másik, hogy túl sok beruházás van. Döntse el a Fidesz, hogy van-e rajtam sapka, vagy nincs. Szobrászművész vagyok, hát én meghalnék, ha ki kéne szállni. Kisebb-nagyobb bronzszobrokat viszek, hát jöjjön, szállítsa ő ezeket a bronzszobrokat. Az autósok magukra vették az üzenetet, és ők is odaszóltak a főpolgármesternek. Mi dolgozni megyünk, nem szórakozni járunk be a belvárosban. Itt laknék, én biztos, hogy elköltöznék. Ő kerékpározik, és ő csak arra figyel. Dugóban arra szól órákig, ideges a lezárások miatt. Menjen gyalog. Idézte fel a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Karácsony Gergely rövid üzenetét. Dömötör Csaba azt írta közösségi oldalán, ha felocsuttunk a nyeglén odavetett mondat után, mi is szeretnénk üzenni valamit. Ha kimenne a város bármely tetszőlegesen kiválasztott pontjára, rögtön látná, nem csak fideszesek szenvednek a dugótól, hanem minden budapesti. Csak nem 9 milliárd forintot biztosít útfelújításra a kormány 6 olyan fővárosi kerületnek, amelyekben a városvezetés leállította a betervezett munkákat. Az érintett kormánypárti vezetésű polgármesterek szerint politikai alapon húzták le őket a megvalósuló beruházások listájáról. Töredezett kátyús út, ami mellett csak elvétve van járda. Gyalog pedig a legtöbb szakaszon csak a porban lehet közlekedni. Így néz ki a 16. kerületben a Magtár utca. Az ott élők szerint már fel kellene újítani. Az autók nem mennek tönkre, nagyon sok a kátyú. És ez mind megoldaná az új út. A járda jó lenne. Az út a főváros tulajdona. Ennek ellenére a kerületi önkormányzat már több éve elkészítette a felújítás terveit saját költségén. A munkát azonban nem kezdhették el, mert a megválasztását követően Karácsony Gergely azonnal leállította a beruházást. Főpolgármester urat, innen is arra kérem, hogy ha már nem akar segíteni, akkor legyen kedves, ne gátolja. Kovács Péter szerint a főváros annak ellenére állította le a fejlesztést, hogy az általuk kért bicikliút is benne volt a tervekben. Mi is úgy jártunk tavaly évben, hogy egy tolvonással kihúzták. A 17. kerületben sem épülnek új utak 2023-ig, mint ahogy a szintén fideszes vezetésű Csepelen sem. Csak azt felejtett el a főpolgármester úr, hogy ezzel nem az önkormányzatot, nem az önkormányzat fideszes vezetését, hanem a csepeli embereket bünteti meg, holott azt ígérte, hogy minden budapesti egyforma polgármestere lesz. Amíg a főváros politikai alapon nem segít bizonyos kerületeket, addig a kormány szakmai alapon dönt a támogatásokról. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter mondta. Gulyás Gergely közölte, a kabinet így 8,7 milliárd forintot biztosít a budapesti útfelújításokra. Ezek pontosan azok az útfelújítások, amelyeket korábban politikai hovatartozásra való tekintet nélkül a fővárosi közgyűlés is szükségesnek látott, de amelyeket a veszélyhelyzet alatt teljhatalmával élve Karácsony Gergely főpolgármester úr lehúzott, úgyhogy most ezt próbáljuk jóvá tenni. A miniszter szerint így 6 kerületben Karácsony Gergely döntése ellenére is megvalósulhatnak az útfejlesztések. Az ellenzéki polgármesterek híresztelésével szemben a kormány jelentős fejlesztéseket tervez a Szentendrei térség közlekedésének javítására, fogalmazott az Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár. Vitályos Eszter arról beszélte, a szentendrei hívjáratain naponta több mint 80 ezer ember utazik, ezért annak fejlesztését a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette. Az államtitkár elmondta, Békásmegyertől Szentendréig akadálymentesített megállók és teljesen felújított vasúti infrastruktúra lesz, valamint több mint 1000 férőhelyjel P+R parkolók. Mi hiszünk abban, hogy nem az autós közlekedés feltételeit kell szigorítani, hanem a kötött pályás közlekedés fejlesztése jelenti az elsődleges motivációt. A hév és vasút fejlesztésével az autóval közlekedő ingázók is csak nyerhetnek. Nagy volt a dugó, ezért elektromos rollerrel folytatta útját egy fiatal férfi az M1-es autópályán. A strádán még hétfőn délután történt baleset, a férfi pedig az egyik veszteglő autó utasa lehetett, ám megelégelte a várakozást, és a leálló sávban rollerrel kerülte ki a torlódást. Útközben egy közutas útellenőrt is megelőzött. A rendőrség még keresi a férfit, aki egyébként végül a bicskei lehajtónál tért le az 1-es főútra.
Mit sem törődve a dugóval és az előtte lévő balesettel, elektromos rollerrel kerülte ki a torlódást egy fiatalember az M1-es autópályán Bicske térségében. Életveszélyes manővert hajtott végre a férfi, hiszen rengeteg kamion haladt el mellette. A magyar közút diszpécserei több kamerával is lekövették a megdöbbentő esetet. Hegyeshalom felé ütközött össze még hétfőn két kamion, ezért lezárták a külső sávot, a dugó meghaladta a 3 kilométert. Megelőzte egyébként a leállósávon az útellenőrünket, illetve a kamionokat is, ugye, amelyek baleseteztek, majd folytatta tovább az útját a következő autópálya lehajtóig, és vélhetően az egyes főútra tért le. Az útellenőrünk, ahogy észlelte a szabálytalanul közlekedő rollerest, egyrészt értesítette a diszpécsereinket is, és látszik is a kamera felvételeken, ugye, hogy folyamatosan követi utána a diszpécser a rolleres mozgását, illetve természetesen a rendőrséget is értesítettük. A szóvivő szerint valószínűleg egy dugóban várakozó kocsiból szállhatott ki a férfi, mert nem találtak gazdátlanul maradt autót a közelben. A rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rolleres nem találták meg, de jelenleg elemzik a felvételeket, és vélhetően szabálysértési eljárás indul majd a szabálytalankodó ügyében. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy bármilyen torlódás is alakul ki egy-egy útszakaszon, ilyen és ehhez hasonló életveszélyes manővereket soha ne tegyenek. Egyre népszerűbbek itthon a természetközeli látványosságok, ahol test közelből lehet megismerni az állat- és növényvilágot. Ilyen célpontok például az arborétumok, vagy akár a lombkorona sétányok. Országszerte több erdőt is több mint 10 méteres magasságból lehet felfedezni, ami egyedülálló élmény. Madártávlatból lehet megnézni a növény- és állatvilágot Makóna Maros partján. A látogatók 8-10 méter magasan, 200 méter hosszan sétálhatnak végig a lombok között. Fűzés nyárligeteket, madarakat, mókusokat, vidrákat, hódokat lehet megfigyelni. A lombkorona sétányt kalandelemek is színesítik, a tanösvény végén egy 20 méter magas csúszda is van. A legbátrabbak pedig egy drótkötélpályán a Maros felett is átrepülhetnek. Ez a legjobb fej, meg azt, hogy azért figyelni kellett az egyensúlyra, de szerintem nagyon jó volt. A tanösvényen információs táblák segítik a környék növény- és állatvilágának megismerését. Mind az itteni növény- és állatvilágról kaphatnak információkat, illetve a marosártéri gazdálkodásról és arról, hogy a folyó, illetve a folyópart milyen jelentős szerepet töltött be az itt élők életében az elmúlt évszázadokban. Nyüzsögnek a gyerekek a Jeli Arborétumban. Szombathelyről érkeztek azért, hogy megcsodálhassák a helyi élővilágot. Gyönyörű színes virágokat, rododendront, azáleát, kaméliát láthatnak. Emellett idén egy bambuszöstvényt is kialakítottak, ami azonnal a kicsik kedvence lett. Évente egyszer meglátogatjuk az arborétumot, Szombathelyen is, itt is. Nagyon jól érezzük magunkat, gyönyörű idő van, a gyerekek mindennek örülnek, bambuszerdőnek, pandának képzelik magukat, a legjobb hely. Nem csak a lombkoronák között, hanem azok felett is lehet sétálni Pannonhalmán. A kilátás gyönyörű, a halformájú sétány pedig teljesen akadálymentes, babakocsival és kerekes székkel is végigjárható. Az élesebb szeműek akár madárfészkeket tudnak benne felfedezni. Szóval gyakorlatilag, hogy milyen élet van a lombkoronában. A terület adottságaiból adódóan itt főként a kőris fajok azok, amik dominálnak. A jó idő beköszöntével egyre népszerűbbek a lombkorona sétányok. Mindegyik különböző módon, különböző igényeknek megfelelően van kialakítva, de gazdag növény és állatvilág, valamint a varázslatos panoráma mindenütt várja a kirándulókat. Napfogyatkozás lesz holnap, ami Magyarországról is látható lesz, de a szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy a létező legerősebb, a napszemüvegeknél sokkal kevésbé fényáteresztő eszközzel védje a szemét. Itthon csak egy egészen kis részt takar majd el a napból a föld körül elhaladó hold, de a bolygó más pontjain, például Kanadában már teljes lesz a napfogyatkozás. Tóth Tamás, az M1 meteorológusa foglalta össze a tudnivalókat. Különleges úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás lesz június 10-én, amely Kanada keleti részén, tehát elsősorban a Labrador-félszigeten, a Hudsonből környékén, valamint Grönland legnyugatibb részéről lesz leginkább megfigyelhető. Nálunk csak részleges napfogyatkozásként észlelhető a jelenség, ami azt jelenti, hogy a hold a nap felszínének mindössze néhány százalékát takarja ki. A jelenség maga nagyjából délben kezdődik, 3-4-1-kor éri el a maximumát, és körülbelül 1:30-ig tart. Azonban akik itthonról szeret megfigyelni ezt a jelenséget, még az ilyen UV-szűrővel ellátott napszemüvegben sem tegyék, hiszen ehhez speciális védelem kell, hogyha ilyennel néznek a napba, az maradandó látáskárosodást okozhat.
Szélsőséges időjárás tombol a világ különböző pontjain. A dél-amerikai Guyanában 40 éve nem látott esőzések és áradások pusztítanak. Az Egyesült Államok központi részén tornádó söpört végig, még Észak-Szíriában tűzvész fenyegeti az idei termést. Egy drón kamerája kapta lencse végre a pillanatot, amikor egy gigantikus tornádó öltött testet az amerikai Firestone-ban. Az a fajta forgószél, mint ez is, amelyik a földtől az ég felé formálódik, rendkívül ritka, csak szélsőségesen száraz és extrém nedves levegő találkozásakor alakul ki. Óriási pusztítást hagyott maga után, amint végig söpört Colorado állam központi részein. Több gazdasági épület is összedőlt, volt, amelyiket egyszerűen felkapta, majd több méterrel távolabb a talajnak csapott. A kétségbe esett gazda a romok között kutatva végül megtalálta elveszettnek hitt házi kedvencét. Teljes városrészek kerültek víz alá a dél-amerikai Guyana északkeleti részein, az Essequibo folyó melletti városokban. Volt olyan ház, amelyik szinte teljesen víz alá került, csak a tetőszerkezet csücske látszott ki a hömpölygő víz alól. Az ország legnagyobb folyója minden évben árad, a mostani azonban minden idők egyik legsúlyosabb áradása, 40 éve nem esett ugyanis annyi eső, mint idén májusban. Minden eddigi rekord megdőlt, amikor egyetlen nap alatt mintegy 13 cm csapadék hullott. Nem csak lakóházak rongálódtak meg, teljes farmok pusztultak el, emellett vízzel teltek meg a környék arany és gyémánt bányái is. Elkeseredett küzdelmet folytatnak a lángokkal ezek a gazdák a szíriai Gab alföldön. Faágakkal próbálják eloltani a tüzet, amely teljes pusztulással fenyegeti egész éves munkájukat. A helyszínre siető tűzoltók már szinte semmit nem tudtak tenni a termés megmentése érdekében, több mint 800 hektárnyi terület égett porig. A gabonában gazdag területet Szíria zöld kosarának is nevezik. A közel-keleti ország teljes északnyugati részét az itt található termőföldek látják el élelemmel. A gazdák szerint a tűz nem csupán a tikkasztó hőségnek és a szárazságnak tudható be, a damaszkuszi kormány szándékosan gyújtotta. Mi, gazdák, az év 12 hónapjában gondozzuk földjeinket, de amint látják, teljesen ki vagyunk szolgáltatva a rezsim és hadseregek kényekedvének. Nem tudjuk, hogy mikor jön egy légi csapás, amely elpusztítja a termést. Ha az aratás elmarad, az életünk elviselhetetlenné fog válni, mondta a gazda. A vidéket ugyanis a kormány ellenes felkelők tartják ellenőrzésük alatt, Szíriában immár több mint 10 éve dúl a polgárháború, a szemben álló felek pedig nem riadnak vissza a legkegyetlenebb módszerektől, például a kiéheztetéstől sem, az ellenség megtörése érdekében.